400 millió forint kint levősége van a szekszárdi önkormányzatnak. A pénz jelentős részét a város tulajdonában álló cégek halmozták fel, a legtöbbet 227 milliót a már nem működő szekszárdi víz és csatornamű Kft., de a szekszárdi turisztikai non-profit Kft. És a szekszárdi városfejlesztési Kft. Is összesen 12 millió forinttal adós az önkormányzatnak. A 400-ból 170 millió forint kintlevőség már több mint másfél éve fennáll. A Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának tagjai ezért most kezdeményezik a tartozások behajtását. Vannak olyan tartozások, a 10 legnagyobb adózó vagy tartozó között, akivel kapcsolatban egyelőre nem kezdődött meg semmilyen behajtás, és már 500 napot meghaladó késedelemben vannak. Arról határoztunk, hogy itt a behajtási eljárást el kell indítani, nyilván nem az önkormányzati cégekre, hanem a többi adóssal kapcsolatban. A régi uszoda épülete is napirenden volt. A bizottság tagjai arról döntöttek, hogy felkérik a szekszárdi mérnöki iroda vezetőjét. Vizsgálja meg, hogy az épület az új uszoda elkészültéig használható-e újra az eredeti funkciójára. Valamint egy másik napirendi pontban az ingatlan későbbi hasznosításával kapcsolatban is elfogadott a bizottság egy közös állásfoglalást. Egy rekreációs szabadidőközpontként lehetne felújítani, illetve újjáépíteni, nyilván most már modernabb technológiával, amiben üzleteket, masszázst, szalont ki lehetne alakítani, ami bevételt is hozna nyilvánvalóan az uszodának. Szeretnénk itt egy mászófalat is, mert ez is nagy hiánya megyében, nagyon nagy az érdeklődés rá, legyen benne egy kis élménymedence. Bomba Gábor, a bizottság elnöke azt mondja, a fejlesztéshez szükséges forrás az önkormányzat rendelkezésére áll. Az ülésen a közétkeztetéssel kapcsolatban is döntés született. Ennek értelmében a bizottság tagjai felkérik a város főkertészét, vizsgálja meg, hogy az önkormányzat területei között vannak-e zöldség és gyümölcstermesztésre, valamint palántanevelő kialakítására alkalmasak, az ezekben esetlegesen megtermelhető élelmiszereket pedig a helyi közétkeztetésben akarják később hasznosítani.